Sziasztok, ausztrál utazásunk harmadik része következik, az első piros csillag Townsville, az alatta lévő pedig 1770. Itt vagyunk az Alligator Creek folyónál. Megint egy olyan hely, ahol lehet amúgy fürdeni is, hogyha valaki nagyon szeretne. Nagyon rövid kis sétával ide lehet érkezni és ugrabugrálni a vízben, nagyon szép. Nem látszik, de van ott a nagyon nagy messzeségben egy kenguru. Ott hoppanál éppen. Szerintem lehet, hogy mating season van. Kis baba kenguru vagy, ugye? Igen. Hát szia! Kis evi baba vagy. Igen. Honnan van ez a kó? Ezután Bowen városába érkeztünk, ami leginkább arról híres, hogy a Nicole Kidman és Hugh Jackman főszereplésével készült Ausztrália című filmben ez játszott a Darwin városát. A helyiek nagyon büszkék erre, hiszen feltette a városukat a térképre. A díszletek közül a mai napig egy-kettő látható még, és boldogan pózoltunk velük. Már kezd belekóstolni, hogy érezzük magunk. Kezdünk a végére érni a dolognak, még vár ránk az óriás rák, és ezeket a dolgokat ettük. Szóval, itt snorkelelünk a nagy korallzátonyon, remélem. A Whitsunday Island mellett. A Whitsunday Island mellett. Tominak csak annyit üzenek, hogy korall. És most mindjárt lemerülünk a víz alá egy kicsit. A természetfilmekben általában színpompás virágos kertként bemutatott korallzátony sajnos sok területen, így ott, ahol mi is jártunk, a korall fehérédésnek köszönhetően nem éppen színpompás. Ezt a jelenséget a globális felmelegedés miatti óceán vízhőmérséklet emelkedés okozza.
Húzzon te! Zsófi! Itt egy óriási a... A Whitehaven Beach-en. Arra. A Whitehaven, azaz Fehér Mennyország nevet méltán kapta ez a hely. Vakítóan fehér, gyönyörű tengerpartja, a világ második legszebb strandja hivatalosan is, illetve ez a legtöbbet fotózott hely szinte az egész világon. A Bolondok Aranya című Kate Hudson és Matthew McConaughey filmben is több jelenetben szerepet kapott. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy ha egy kis homokot is elteszünk a zsebünkbe, és ezt esetleg megtalálják nálunk, lebukunk, akkor súlyos bírságra számíthatunk. Nemzeti Parknak a napfényes tengerpartján. Sajnos kengurukat eddig nem láttunk, pedig azt hírlik erről a partról, hogy itt szoktak tapozni a kenguruk az emberekkel együtt. De szerencsére az utunk során már annyi kengurut látunk, hogy nincs óriási hiányérzetünk. Tök jó éjszakát töltöttünk el Bloomsbury mellett egy benzinkútnál. Folytatjuk utunkat. Szép az idő, jó a kedv. Csapó! Elrontottad itt a művészi felvétele. Felvételet? De? Ez az, ami nem látszik a videókon, hogy Zsófi 5 percenként ugra-ugra, mert azt hiszi, hogy valami meg akarja enni. Megijeszted az állatokat.
Szúnyog. És se látszik a felvételeken, hogy legalább 50 millió szúnyogcsípésünk van már. Legalább. Au. Szúnyog. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem más, mint egy mangrove növénynek a magja, ami kihajtott már a fán. Ugyanis ezen a mocsaras környezetben úgy hajtanak ki a növények, hogy a magok azok már szépen kicsíráznak rajta, amíg rajta vannak a fán, és növesztenek maguknak egy ilyet, amelynek amelynek segítségével lepottyannak a vízbe, és szépen elúsznak távoli vidékekre, megkapaszkodnak és bum, kinőnek. Vége már a bioszórának. Bum. Szállni éjszakára, történt egy kis probléma az út során, ugyanis egyszerűen kifogyott az üzemanyag az autóból. Nem nagyon jelzi, hogy mikor fogy ki, tehát jó, lemegy persze, lemegy, de nincsen semmi figyelmeztető világítás meg jelzés, hogy vigyázzál, mert mindjárt megáll a kocsi. És mentük, volt egy olyan szakasz, ahol 70 kilométeren keresztül nem volt egyáltalán, lehet, hogy 80 is, nem volt egyáltalán benzinkút. 5 kilométer hiányzott volna a benzinkút, az amikor itt egyszer csak megállt az autó. A 40 fokban kb. Nagyon jó volt ott áldogálni, de rögtön integettünk segítségért, és az első autó, ami jött, ott megállt, és hoztak szerencsére nekünk üzemanyagot az 5 kilométerrel lévő benzinkútból, úgyhogy és ráadásul ingyen ajándékba, úgyhogy nagyon szuper jó fejek, még mindig az ausztrálok is segítettek minket, úgyhogy tudtuk folytatni az utunkat. Megyünk délre és rohadt meleg van, és most megállunk és magunkba pumpálunk pár liter sört, hogy kicsit így vissza jöjjön az életenergiánk. Itt vagyunk egy száraz esőerdőben, tényleg ez a neve. Most keltünk fel. Jó meleg napnak nézünk elébe, de itt egy kicsit sétálgatunk a Mount Etna Nemzeti Parkban, ahol egyébként csomó barlang van, de azokban most nem megyünk be egyelőre, de itt találtunk egy felszíni sétát, ahol száraz esőerdő van, még mindig ezen jójózunk, hogy ez hogy hangzik. Szép napunk lesz ma is. Gyertek velünk, pajtikák! Ui! Pillanko. Elszállt. Is this paradise? Nagyon jó meleg van, ma 40 fok volt egész nap, viszont tudtunk strandolni, és hát az egyik legszuperebb helyen vagyunk. Igazi ausztrál, marha húsika. Imádják a legyek is. Igen. Igazán ausztrál tájon.
szörfeszket 20 pénzért, 17 év leckét is vehetünk volna, de mi olyan profik vagyunk már, hogy erre semmi szükségünk nincsen. A szörfös társaság az egyből be is fogadott minket, ránk köszöntek, annyira profin néztünk ki. A vízben azt kell, hogy mondjam, hogy kevésbé néztünk ki menőn és profin, mint így a szárazföldön. Felállnunk nem sikerült, de lehorsoltuk legalább magunkat mindenütt. Főleg a melbimbómat. Igen, meg a hasunkat. Nyertünk egy kis sósvizet, amit jutott a kis betegségünknek. Szuperül vagyunk, az a lényeg. Igen. A Surfer's Paradise. Kipróbáltuk, kipipálva. Azt nem mondanám, hogy szörföltünk. De legalább megpróbáltuk. Megpróbáltuk. Jaj.